Kedves nézőink, a Hétszínvirág óvoda második alkalommal nyerte el a Zöld óvoda címet. Következő összeállításunkban erről számolunk be önöknek. A Hétszínvirág óvoda második alkalommal nyerte el a Zöld óvoda kitüntetést. Mit jelent ez a második alkalom, és mit jelent maga a program? Ez a második alkalom nekünk nagyon nagy dicsőséget jelent, hiszen már be tudtuk bizonyítani azt, hogy érdemesek vagyunk mi erre a címre. 2006 óta léteznek a zöld óvodák, és mi igazából 2010-ben kapcsolódtunk be ebbe a mozgalomba. Biztos, hogy az ökoiskolákat már sokan ismerik, tehát ez egy hasonló kezdeményezés volt a Vidékfejlesztési Minisztérium és az EMI részéről. Ők a pályázat kiírói, és egy nagyon szigorú 20 pontos kritériumrendszernek kell megfelelnünk, hogyha úgy látják a pályázat elbírálói, hogy igazából minden pontnak mi megfelelünk, akkor elnyerjük ezt az erkölcsi elismeréssel járó kitüntetést. Igazából a magyarországi óvodákban mindenhol van környezeti nevelés, de a zöld óvodákban ez kiemelten szerepel, tehát a mi óvodai programunkban is kiemelten szerepel a környezeti nevelés, a környezettudatos életmód kialakítása már óvodáskorban, annak a megalapozása történik ilyenkor, és ezen kívül az egészséges életmódnak a szokásainak az alakítása is nagyon fontos. Tehát ez az alapja az egésznek, és ez, ami az egész óvodai nevelő munkánkat átszövi. Minden tevékenységünkben ennek érdekében dolgozunk itt az óvodában. Mennyire tudjátok bevonni a szülőket egy ilyen programba, illetve a gyerekek mesélnek-e arról, hogy hazaviszik azokat a dolgokat a családjukba, a saját otthoni környezetükbe, amiket itt az óvodában tanulnak? Szerencsére sikerünk van azért ezen a téren, mert célunk is, hogy a gyerekeken keresztül a szülőkre is hassunk, és úgy gondolom, hogy egyre inkább tudjuk aktivizálni a szülőket. Tavaly készítettük el az óvodakertünket, hogy egy példát is említsek ezzel kapcsolatban. Sok szülő itt volt, segített benne, és amikor észrevették, hogy egy-egy növény ebben a rossz, kellemetlen időjárásban itt kipusztult, azonnal ajánlkoztak és már hozták is. De ugyanígy be tudjuk őket vonni a szelektív gyűjtésbe, vagy ha az uniós pályázatunkat említeném meg, amelyiknek egyik témája épp az újrahasznosítás. Jöttek a szülők és hozták az ő ötleteiket, és ezzel is segítettek a pályázat megvalósításában, hogy ők készítettek újrahasznosított kis játékokat, kis használati tárgyakat. Tehát eléggé aktívak nálunk a szülők. Mire van még lehetőség az óvodai keretek között, hogy a környezeti fenntarthatóságot a figyelem központjába helyezzétek? Én úgy gondolom, hogy már sok mindent tettünk mi ezért, a pályázat is ezt bizonyítja, de azt gondolom, hogy itt nem áll meg a munkánk. Most jelen pillanatban dolgozunk egy erdei óvodai programon, tehát mi saját programot szeretnénk kidolgozni az óvodában, és ami újdonság most ebben a 20 pontos kritériumrendszerben az az, hogy az óvodában is a hungarikumokkal valami módon meg kell ismertetni a gyerekeket, természetesen az ő kis szintjükön, úgyhogy ez a jövőben a feladatunk. Ma délelőttre a szülőket is várjátok, egy kis ünneplésre, mivel készültetek? Minden óvodai csoportunkban zöld játékok lesznek ma délelőtt. Szeretnénk egy kis példát is mutatni arra, hogy nem minden hulladék szemét, és nem minden szemét hulladék, de megmutatjuk azt, hogy egy kupakból esetleg mi mindent lehet kihozni, tehát sok csoportunkban lesz olyan játék, ami kupakokkal kapcsolatos, hiszen a kupakokat is folyamatosan gyűjtjük itt az óvodában, és a többi játék is mind olyan, amelyik legtöbbje újra felhasznált anyagokból készült.